Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket, az Egyenes beszédet látják, én Rónai Egon vagyok. Hétfő este van, van téma bőségesen, ezt az előző ajánlatból hallhatták Önök is, és van vendégünk is, rögtön kettő itt az adás elején, Bárándi Geiger ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, és egy jelenlegi aktív országgyűlési képviselő, Hajnal Miklós, a Momentum politikusa. Jó estét! Jó estét kívánok! Van egy konkrét ügy, valamit említettünk erről már itt a bevezetőben, a kecskeméti törvényszéken nincs bíró, aki hajlandó lenne tárgyalni egy ügyet másodfokon, amely ügyben az egyik szereplő egy fideszes politikus, nevezetesen egy polgármester. Miközben ugyanebben az ügyben egy másik bírósági tárgyalás sorozat is zajlott, ahol érdekes módon ugyanezek a bírók ugyanazokkal a szereplőkkel, akik most is érintettek a történetben, hajlandók voltak foglalkozni, sőt, ítéletet is hozni. Igaz, hogy ott az ő javára lehetett ítélni. Ez kettős mérce, megfélemlítés, egyáltalán ezt a helyzetet hogyan lehet úgy értékelni, hogy közben a valóságról beszéljünk, és ne vigyen el minket valamiféle politikai hullám benne. Próbálom szakmailag értékelni a dolgot, és én ezért is fordultam felülvizsgálati kérelemmel a kúriához ebben az ügyben, hiszen az valóban nehezen magyarázható. Én őszintén szólva most a ügyvédként csak remélni tudom, hogy a bíróság egyszer fog szolgálni valami elfogadható magyarázattal erre a dologra. Nevezetesen, hogy akkor, amikor a kecskeméti törvényszéknek kéne tárgyalni egy olyan ügyet, ahol egy másik megye, másik városának a polgármestere és egy ugyanottani képviselő áll perben egymással, ott elfogultságot jelent, és kettő hónappal korábban ugyanennek a két embernek az ügyében, ahol fordított volt a fölállás, tehát a másik volt a magánvádlott, az egyik volt a vádlott, ott pedig gond nélkül eljárt. Én úgy értékeltem ezt jogászként, hogy akkor a kúria, vagy bocsánat, a törvényszék bírái egytől egyig, és ilyen formán az a háromtagú tanács is, aki eljárt a korábbi ügyben, maga jelentette be azt, hogy elfogult ennek a két embernek az ügyében, ezért én úgy gondolom, hogy ezt az ítéletet hatályon kívül kell helyezni. Már az előzőt. Igen, hiszen a bírák saját nyilatkozata alapján, nem én mondom, ők mondják magukról, hogy elfogultak voltak, én azt gondolom, hogy akkor egy másik bíróságnak kell azt az ügyet is tárgyalnia. Egyet tettem még, és talán ez a még érdekes, én fölhívtam, mert egyébként mindenki ugyanaz a szereplő ebben az ügyben, a magánvádló, a vádlott csak fordított felállásban. Én ugyanazt az ügyet képviseltem, mint jogi képviselő. Nekem, az én ügyfelemnek nincsen semmiféle ügye egyébként a kecskeméti törvényszék bíráival. Megkérdeztem én a kollega urat, aki ebben az ügyben a védő a másik oldalon. Azt mondja, hogy ő se tud semmi ilyesmiről, ő is értetlenül áll előtte, és az ő ügyfele, polgármester úr is azt mondta, hogy ő se tudja, hogy mi lehet. Görgényi Ernő polgármesterről van szó, aki a szarvasi polgármester, és Gyulai polgármester, bocsánat, és Gabács Mihályról, aki az ellenzék önkormányzati képviselő ugyanezen a településen. Igen. Ők a jelek szerint úgy élik meg a közös életüket, hogy egymást sértegetik, és mennek bíróságra, amennyiben a felperes, tehát aki magánvádlóként lép fel, Görgényi Ernő, a polgármester lesz vélhetőleg a nyertese a pernek, akkor hirtelen a bírók az elfogultságukat nem érzik. Mitől lehet egy bíró elfogult? Mire mondhatja azt? Vannak ennek fix kritériumai, hogy mik azok a pontok, amik alapján ő elfogult lehet? Vannak a törvényben meghatározott okok, például most példát mondok, hogyha valakinek az egyik vádlott, mondjuk a rokona, mondjuk a fia, vagy az édesanyja, vagy ami hasonló. Nagy családja lehet, és vannak Görgényi Ernőnek akkor. Hát van az úgynevezett egyéb okból elfogult, csak kíváncsi lennék, hogy mi az az egyéb ok. Mert hogy Gyulán nem tárgyalják ezt az ügyet, a gyulai törvényszék, ez tökéletesen érthető, hiszen Gyula polgármesteréről van szó, ez például egy ilyen egyéb okból elfogult kategória tud lenni, vagy egy gyulai ellenzéki képviselő, ott a törvényszék ezt bejelentette, tökéletesen megértem. De hogy egy másik városban miért, egy másik megyében miért, ennek valamilyen személyes oka, tehát szervezeti oka ilyen, mint amit említettem, nem tud és lenni, értem, valami nem személyes oka kéne legyen. És jól értem, nem egy bírói tanács mondta ezt, hanem az összes ott működő bíró érezte úgy, hogy ő elfogult? Összes büntető bíró elfogultságot jelentett, és ezért kizárták a teljes kecskeméti törvényszéket, ebből a második eljárásból két hónappal később, mint ahogy végzést hoztak a másikban. És hát amit képviselő úr, meg nyilván olvastam az ő írásbeli beadványát, vette levelét, tökéletesen jól érzékel, hogy hát ez bizony fölveti
fölvett egy olyan problémát, hogy ez vajon egy elvárás volt a bírák részére, vagy a bírók nem akarnak eljárni egy ellenzéki, vagy egy kormánypárti politikus elítélésével kapcsolatban, hogy első fokon elítélték. Én azt mondom, hogy csak őszintén tudom remélni azt, hogy a bíró egyébként, bírák tudnak erre, és akarnak magyarázatot adni, hogy mi volt ez az ok, mert ez nagyon rosszul néz így ki. A Magyar Narancs újságírója egyébként rákérdezett, és ez hozott össze minket, valószínűleg ezért. Ez lett volna következő. Hát ezért ülünk itt együtt ebben a stúdióban, mert ugye a Magyar Narancs cikke alapján nyújtotta be, legalább tudomásom szerint a képviselő úr a átadjuk neki a szót és elmeséli. Na mindegy, én csak egyet mondok még, hogy a Magyar Narancs újságíró megpróbálta ezt megtudni, a bíróságnak az volt a válasza, hogy erre ők nem válaszolnak, ez nem közérdekű adat, a bíró hozzájárulása kell, akkor ezt az újságíró megpróbálta kikérni a cikk alapján, erre pedig nem kapott a mai napig választ még. Miért valószínűsíthetjük azt, hogyha egy politikus kérdezi ugyanezt is, nem egy újságíró, akkor hamarabb kap választ, és akkor együtt az indítékait is hadd kérdezzem valóban. Igen, én az újságcikkből értesültem erről az egész ügyről, és elég bonyolult és összetett ez a történet. Ugyanakkor én azt gondolom, hogyha egy bíró hajlandó, most éljünk egy focis hasonlattal, lefújni egy meccset és bíráskodni 2 hónappal ezelőtt, akkor 2 hónappal később is, hogyha éppen másik csapat van hazai pályán, akkor is neki kutya kötelessége, ha ő van oda beosztva, fújni. Nem mondhatja azt, hogy egyik esetben elfogult, másik esetben nem. És most egy ehhez hasonló helyzetet látunk, és én azt gondolom, hogy amikor jogállamiságról beszélünk, ami a Momentum számára egy kulcsfontosságú alapelv volt, egy érték, ami mellett kiálltunk az elmúlt években folyamatosan, akkor nem csak a törvényeket kell nézni, hanem a bírói gyakorlatot is. És ez a típusú bírói gyakorlat, ez szerintem megengedhetetlen és megmagyarázhatatlan, vagy legalábbis nagyon kíváncsi lennék a magyarázatra. Én ezért fordultam írásbeli kérdéssel az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez, akinek egyébként 15 napon belül kötelező válaszolnia. Nyilván meglátjuk majd, hogy ez a válasz ez mennyire lesz érdemi. Én abban bízom, hogy ez azért nem egy politikai intézmény, tehát nem egy minisztert kérdezek. Hát, ha esetleg kapunk egy megfelelő magyarázatot arra, ami számomra egy teljesen érthetetlen jelent. Ez most a felszínre kerül, de ügyvédőr, ez mennyire gyakori? Mennyire gyakorlat az, hogy az érzékelhető, hogy bizonyos ügyekben másképp zajlanak dolgok, akár olyan szinten, hogy másra szignálják ki az ügyet? Az, hogy van elfogultság és átteszik az ügyet, ez ilyen van, de ennek általában visszakövethető magyarázata van. Ez azért példátlan, én még ilyennel nem találkoztam, bevallom őszintén, és ezért is vagyok kíváncsi majd a kúriának a döntésére, mert a helyzet első ránézésre magyarázhatatlannak tűnik, legalábbis az én fantáziám szegényes hozzá úgy tűnik, és mint gyakorló jogász, és mint olyan, aki még mindig bízom abban, hogy a bíróságok alapvetően függetlenek tudnak maradni Magyarországon, ezért én őszintén remélem, hogy lehet erre egy épeszű és észszerű magyarázatot találni, ami most nem így néz ki. Én ilyen jelenségekkel eddig, most a képviselőségem óta tapasztalt vagy megélt pályám során nem nagyon találkoztam. Szervezeti problémákat láttam, ezt én is figyelemmel kísérem, mint például, hogy a kúria elnöke az úgy nevez ki bírókat a kúriára, hogy egyébként az jogsértő, mert a bírói tanács egyetértését nem bírja, vagy a negyedik helyen rangsoroltat nevezi ki, aki még a bírói tanács egyetértésével se nevezhető ki. Ezeket már mondjuk úgy megszoktuk. Én azt remélem, és abban bízom, hogy az eljáró bíróságok egy picit ellenpontozni tudják a hatalomnak a mai gyakorlatát és ennek a rezsimnek a természetét, és ezért is figyel az ember talán sokkal inkább oda ezekre a jelenségekre, és próbálja meg elejét venni a saját eszközével. Megütötte a fülemet az a szó, hogy megszoktuk, amit használt az előbb. Nem ez a kulcsa itt annyi mindennek? Tehát egy csomó anomáliát, amire egyébként törvény, meg jogszabály, meg hagyományok úgy utalnak, hogy ezt nem lehet, arra azt mondjuk, hogy jó, hát így szokták, most már megszoktuk. És ettől egyre távolabb kerülünk attól a valóságtól, amit a jogszabályok leírnak. Hát és ez a rendszer, ez 12 éve a beletörődésre épül, és arra építik a rendszert, hogy nem lesz megkérdőjelezve az, amit megszoktunk, vagy majd megszokják azt, ami más volt, mint eddig. Én azt gondolom, hogy a mostani helyzetben, amikor egy gazdasági válságnak már nem a küszöbén vagyunk, hanem gyakorlatilag mindenki érzi azt a saját bőrén, hogy mennyit drágulnak az árak, 30%-kal nőttek az élelmiszer árak az elmúlt egy évben. Egy ilyen esetben, amikor
napi szinten hallunk arról, hogy a jogállamisági feltételek teljesülése az mennyire fontos annak érdekében, hogy hozzáférhessünk az uniós pénzekhez. Nem szabad megengedni ilyen típusú, én azt gondolom, hogy megmagyarázhatatlan ügyeket. És pont ezért hívtam fel a figyelmét arra egyébként az Országos Bíróság Hivatal elnökének, hogy egy ilyen esetben vizsgálatot kellene indítani. Tehát egyrészt várjuk a magyarázatot, hogy egyáltalán hogyan lehetséges ez a jelenség. Ez azt gondolom, hogy mindenkinek kijár, aki érintett ebben az ügyben, hogy megértse ezt az elfogultságot, hogy jöhetett létre. Másrészt ezt a típusú bírói gyakorlatot nem lehetne lefolytatni semmilyen másik ügybe, hogy két hónap alatt elfogultá válik egy bíróság hirtelen, úgyhogy semmi nem változott, csak az, hogy most a fideszes polgármester a vádlott. Itt ugye a kecskeméti törvényszékről beszélünk, ott hány ember lett hirtelen elfogult? Az egész büntető kollégium. Az mennyi? Minden bíró. Fogalmam sincs be, valószínűleg. Nem néztem meg név szerint, de... De nem egy, valószínűleg nem, nem egy. Nem, hát tippelnem kéne, akkor biztos, hogy 10-20 fős. Akkor azt kizárhatjuk, hogy ez a családi összefonódásokon alapulna ez a fajta elfogadás. Ez egy nagyon hirtelen család lenne, ugye két hónap alatt gyorsan megnőtt. Én még mindig hiszek abban egyébként, hogy a bíróságok alapvetően az integritásukat, vagy az eljáró bírák meg tudják őrizni. És azért is tartom nagyon fontosnak azt, hogy az ember attól függ ki, milyen pozícióban van. Képviselő úr most írásbeli kérdés formájában, én egy kuriára címzett felülvizsgálati kérelem formájában, a sajtó tudósítás formájában felhívja ezekre a jelenségekre a figyelmet, amennyiben remélem, hogy nagyon ritkán tapasztalja, és talán ennek lesz annyi hatása, hogy a jövőben ezek kirívó esetnek lesznek. Egy utolsó mondatot szentelünk azért annak is, hogy akkor most hogy áll ez az ügy? Ugye másodfokra vár, de nincs tárgyaló bíró. De, mert ilyenkor, mivel elfogultságot jelentett ugye az összes bíró Kecskeméten, ezért ilyenkor az ítélő tábla kijelöl egy másik törvényszéket az ő illetékességi területén belül, és ez Szeged. Tehát már tudjuk, Szegeden, hogy Szegeden hogy állnak a bírók ezzel az ügyel? Nem hallottam olyanról, hogy ott is problémájuk lett volna, úgyhogy Szegeden valószínűleg le fogjuk tárgyalni ezt az ügyet. Köszönöm mindkettőjüknek, hogy felhívták erre a figyelmet. Nagyon köszönjük mi is a lehetőséget.